Kedves barátaim! Így köszöntötte Vujic Tvrtko a bonyhádiakat és a Vörösmarty Mihály Művelődési Központba látogatókat, akik egy izgalmas és felejthetetlen estét tölthettek el a föld körül a Pulitzer emlékdíjas, horvát származású magyar író, újságíró, televíziós személyiség előadásának köszönhetően. Az év motivációs előadásaként emlegetett Túl minden határon című program rengeteg nevetést, még több kalandot és legyőzhetetlen erőt ígért a résztvevőknek. A népszerű előadó utazási élményein alapuló színházi előadásaival járja az országot, sőt a világot. Ezúttal Bonyhádra látogatott. Na most én teszek majd egy nagy kört Észak-Koreától az északi sarkig, a Szaharától a dzsungelekig, és aztán egyszer csak megérkezünk Bonyhádra, úgyhogy nekem is lesz egy nagy köröm ma este itt Bonyhádon. Ez azt kell neked mondanom, hogy a Túl minden határon az leginkább egy életérzés. Egy életérzés, ami arról szól, hogy a magyar egy rendkívül tehetséges nép, és mégis oly panaszkodó nagyon sokszor. És az utolsó 10 percben annyit azért spoilerezek a saját előadásomból, hogy korom sötét lesz ebben a teremben. És abban a korom sötét 10 percben fognak ezek az emberek itt a legtöbbet látni. És még annyit spoilerezek, hogy a legelején azt mondom, hogy a végén nem merjen tapsolni az, aki úgy érzi, hogy jóval megnéztük, van baseball sapkája, mint a tévében, mert ez igazából nem az én utazásom. Ez azoknak a bonyhádi és bonyhád környéki barátaimnak az utazása, akik eljöttek ide és megtiszteltek engem a bizalmukkal ma este. A motivációs előadás célja, hogy felemelje, erősebbé tegye a hallgatóságot. Egy átlagos szülőpár egy tizedszer annyiszor mondja ki a gyermekének egy nap, hogy igen, szuper, nem így jó, de segítek, csináljuk minden, mint azt, hogy nem, nem jó, ne csináld. Miközben a világ egyik legnagyszerűbb helyén élünk, mindig sikerül észrevennünk, hogy hol üres a pohár, miközben félig tele is van. És teljesen felesleges dolgokon bosszankodunk. Én ma este megpróbálom megmutatni az embereknek azt, hogy mennyire felesleges dolgokon bosszankodunk, bosszankodni pedig az, hogy más hülyeségén, saját magunkon bosszút állni. Szóval én szentül hiszem azt, hogy boldogabb, de leginkább erősebb embereket fogok ma este látni, és erősebb embereket fogok útjára engedni 2 óra múlva. A föld körüli út átélésében videófelvételek is segítségükre voltak a nézőknek, de az előadás még ennél is fontosabb része volt, amit nem láthattak, és amihez a képzeletüket kellett használniuk, azután pedig személyes történeteiket előtérbe helyezniük. Ha nem vagyunk rendben, tisztában magunkkal, ha nem vagyunk elég erősek magunkkal, akkor bizony nem fogjuk tudni a saját álmainkat megvalósítani. Annyit szeretünk álmodni, de utána van egy kérdés, hogy mennyi kifogást tudunk felsorakoztatni az amellett, hogy mi ezt miért ne érjük el. És azt is oda tudjuk tenni, hogy de miért szeretnénk annyira. És itt ma este, majd az utolsó 10 perc előtt elmondom, hogy jön majd az önök előadása, a ti előadásatok az utolsó 10 percben, és a meg annyi korlát. És majd kiderül ma este, hogy az emberek átbuknak-e a korláton, vagy összetörik a saját korlátukat. Hogy ez kinek miként sikerült, és hogy kinek mit adott a produkció, az teljesen egyénfüggő. Nyilvánvaló, hogy a te édesanyádnak a húslevese a legjobb a világon. Így van? Meg az enyém, meg a tiéd, operatőr barátom, meg az itt lévőké. Mindenkinek a saját anyukája a húslevese a legjobbja. De érdekelt már valaha téged, hogy mikor teszi be pontosan a répát, és mikor a tésztát, és mikor rottyantja meg a leves? Nem, a végeredménye fontos. Úgyhogy ha egyszer majd ott ülsz, végigülöd, magad tudod majd megadni magadnak a választ, és nem nekem kell ezt megmondani. És hogy mi az, amit a fellépő biztosan mindenhová magával visz? Baseball sapkát, és minden, ami mögötte van.